ezt a szélét rendbe rakják, és utána az egész út felületére, mert hát sajnos lyuk a hátán van, ahogy megnézzük az utat, az egész út felületére kap egy makadámos útburkolatot, az azt jelenti, hogy aszfalt, vagy bitumen, forró bitumen van leszórva, és annak a tetejére fog kerülni kőburkolat, és ez többször megismétlik, és az ad egy biztonságos útburkolatot. Kisfájban a Szeméttelepi úton kezdődtek meg a helyreállítási és útrendezési munkálatok közel 3 kilométeres szakaszon. Ezt mutatta ma stábunknak Sipos László önkormányzati képviselő, hogy kiegyenesítik, kiszélesítik a hulladéklerakó felé vezető utat. A hulladéklerakóig ott maga a pályázat biztosítja majd egy két réteg aszfaltburkolatnak a felvitelét. Erre befele pedig ilyen makadám típusú úttal lesz kijavítva, úgyhogy innentől kezdve remélhetőleg ezzel probléma nem lesz. Hát most mivel már készítik, reményeim szerint nyárra biztos, hogy el fog készülni, és utána használható lesz az út. A település részen több kiemelt földút található, ezek rendbetétele is megkezdődött. Ez a munkagép már a Kisfáji tanya térségében a földutakon végzi a helyreállításokat. Ezzel egy régóta húzódó probléma oldódik meg. December elején már, ahogy a gépek, amilyen gépek megjelentek, megjöttek, azokkal már elkezdték az útfelújítást, hát pontosan az elmaradt problémás utaknak a rendberakását, és mostantól kezdve viszont már egész város, egész területére lehet mondani az útkarbatartás, a földútkarbatartás elindult, és hát remélhetőleg, hogy május végére tényleg azt lehet mondani, hogy minden út egyszer legalább tökéletesen rendbe lesz téve. Az utak, földutak karbantartása nagy feladat, ebben az évben prioritást élvez, a munkálatokat a város támogatja, és a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szakemberei végzik.